Hogyha jól értem, a polónezes pillanat volt a legmeghatározóbb. Ugye, mert hogy előtte még annyira nem, sőt, hát még majdnem, hogy vívásnak tűnt a ralli, és akkor a polónez után már nem volt visszaút. A polónéz meg az, hogy valakinek a kommálósa leszel. Tehát az, hogy valaki miatt elkezdett követni a versenyt. Hogyha megnézed a többi sportot is, ha nem tudsz valamelyik versenyzővel azonosulni, akkor nem leszel sportrajongó. Tehát a híres aranycsapatot a rajongók és a személyes kapcsolatok tették azzá. Biztos, hogy sokkal többet tudnak ma az edzők a fociról, mint akkor tudtak, de a nézők és a versenyzők egymást emelik fel. Valakihez tartozni kell. Én azért nem nagyon szerettem ezt a VRC behozatát Magyarországra, mert ez az országban nincs annyi pénz, hogy sok drága autót lehessen üzemeltetni. Sokkal szerencsésebbnek tartottam volna, hogyha a magyar bajnokságot nem írják ki annak idején a VRC-kre. Volt három autó, aki nyerhet, vagy egy autó, aki nyerhetett. Évekig ez volt a menet. És azelőtt, ugye, amikor én a 90-es években versenyeztem, akkor volt egy-két nyugati autó, de ennek volt több száz zsiguli. Nem a zsiguli, tehát a zsiguliban nem az volt a jó, hogy ez micsoda autó volt, hanem az, hogy mindegy forma volt. De úgy, hogy a lóerőben sem volt 8 vagy 10 lóerő különbség, vagy 15, vagy a csalással sem lehetett volna akkor előnyhöz jutni, vagy a gumik között sem volt akkor a különbség. Iszonyatosan fontos az emberi tényező. Tehát én azt gondolom, hogy hallgattam én a többi műsorban az igazi sztároknak a nyilatkozatait, hogy nem navigátorok, hanem sofőrök, ugye mindig azok a sztárok. Ez logikus, tehát ezt elfogadom, így is van. És ugye, hogy visszasírják azokat az éveket, és én nem sírom vissza, nem ez a lényege, hanem nagyon más volt az a világ, amikor tényleg a színes maticával volt szinte különb az autója a versenyzőnek attól, aki látogatta a versenyt. És ő azt látta, hogy ez az autó valami, gyakorlatilag ugyanaz a futómű, ugyanolyan fékbetét, hogy lehet így menni. Az emberek, sokan félreérték, hogy az emberek vért akarnak látni, meg nagy bukát. Nem. A legérdekesebb a ralliban az, hogy amikor elmegy a határig, tehát az az érdekes, amikor tudod, hogy már nem lehet, és mégis megtörténik. Nem lehet befordulni, de be lehet fordulni. Nem esik le. Tehát az a legérdekesebb. Tehát mindig a cirkuszon gondolkodom ezen, hogy a cirkuszban is ugye nem azt akarod látni, hogy leesik az artista, de olyat csináljon, amit nem hiszel el, hogy meg lehet csinálni, és megtörténik. Azt hiszem, hogy a ralliban is ez a varázslat, hogy és akkor bejössz egy ugyanolyan típusú autóba, és elindulsz hazafelé, lehet, hogy becsúszol az árból, mert te is megpróbálod. Jó, de hát ez minden más sportban megvan, tehát nyilvánvalóan a teniszező is rögtön úgy akar szerválni, mint Agassi, tehát aki amikor elkezdi. És azt gondolom, hogy valahol amikor beszabadult ezek a nagyon drága autók egy viszonylag szűk anyagi lehetőségekkel rendelkező országban, ez azt hiszem, hogy ez kárt okozott. Kövezzenek meg, hogyha nem így van, de ha most megnézed, a Finnországban most is erős a historic rally zóna. Nem úgy, hogy ilyen veterán autókkal csattognak, nekem is olyan veterán autóm, tehát nem az, hogy most azzal úgy csinálnak, mint a versenyezőnek, hanem konkrétan olyan autókkal, aminek lejárt a homologizációja, és azzal mennek iszonyatosan gyorsan, mert az autó versenyautó igazi, gyorsan is megy vele, elérhető áron lehet alkatrészt szerezni hozzá, és az élmény ugyanaz. Én mindig ha belegondoltok abba, hogy ha fölállítasz felnőtt embereket háromkerekű biciklikkel, azzal is csikorogva nagyon nagy lehet versenyezni, egyformák a feltételek. De hogyha nagyon nagy a szórás, Forma 1, tudsz mondani két nevet, vagy három nevet, aki nyerhet. És a többiek miért vannak ott? Tehát az valahol a szponzornak nagyon jó, hogy Forma 1-et nyeri ő, vagy ő, de többiek is
nagyon jó pilóták. Milyen dolog az, hogy a technológia nem teszi lehetővé? Én nagyon szeretem azokat a versenyeket, a versenyformákat, voltak ezek a kupák, márkakupák, amikor nagyjából egyforma autókkal. Milyen jó lenne, hogyha tényleg egyforma lenne mindenkinek az autója. Még az Opel azt a kupán volt, hogy sorsolták, hogy az autókat, nem az autókat, azt mondom, hogy a komputereket sorsolták, hogy ne lehessen az, hogy valakinek máshogy van beállítva az autója, és az ember jön ki belőle. Például én a MotoGP-t is azért szeretem, mert sokkal nagyobb az emberi tényező benne. Ott sem, ott is nagyon sokat jármű, de sokkal több az emberi tényező. A Talmácsi Gabi azért lehetett világbajnok, mert valószínűleg az egyik legkiemelkedőbb motorversenyző volt ebben az időszakban. Én úgy gondolom, hogy az volt. És hát mindegy, mikor jött fölfelé a VB felé, akkor minden motorval ráült, azzal gyorsabb volt, mint előtte bárki. Ő behozta a 20. helyről a Malagutit az első hatba. Ez az emberi tényező. És megint az, amire elmész rajongónak, hogy olyat tud valaki, amit nem is tudsz elképzelni, hogy meg lehet valósítani. Ez a polonéztől, ahogy jutottunk el ide. El tudja képzelni, hogy ebben a mai digitalizált 21. századi technológiával rendelkező világban születhetnek még olyan sztárok, mint rég? Hát persze. A világ csak... Tehát, hát hogyne? Hogyne? Egyrészt tudatosan készülnek. Azért azt lássuk be, hogy ma azok a versenyzők mindegy milyen sportban, tehát mindegy, hogy autósportról beszélünk. Vegyük azokat a sportokat, nem klasszikusan ilyen. Én most golfozom egyébként, aminek totálisan szöges ellentétje a rally, de az utolsó fecskék vannak a golfban, akik még szivaroznak két verseny között, de a Tiger Woods és ezek a srácok, akik most nagyok, a nagy sztárok, ezek már sportemberek. A rallyban is megvolt, ugye a Blomqvisték időszakában ott még belefért egy kis tivornya a verseny után ünneplés. A nem véletlen a Lőb vagy a Schumacher a Forma 1-ben, ők igazi sportemberek, tehát a Tiger Woods atlétának is megfelelő, a Lőb tornász volt, tehát sportemberek. Mert a fizikai fáradtság az nem csak az izomban van, az a szellemben is benne, az állóképesség. Tehát nyilván sokkal nehezebb lehet most a toppon lenni, sokkal több mindent kell csinálni a tehetség mellett még. De a sztársághoz nagyon érdekes, hogy milyen jó, hogy vagytok ti ezekkel a kamerákkal, meg vannak a még kisebb kamerák, még a fölteszem, meg a drónra teszem. Sajnos nekünk a mi világunkból nem nagyon maradtak fenn, csak homályos videók. Viszont ez ahhoz segít hozzá, hogy ezt is lehessen fotelból nézni. Tehát most a... nem tudom, hány év után Salgóra fölmentem, és ugye lehet online nézni a versenyt. És ezt Törökországban, pont a világbajnokságon láttam először, hogy azért nem járnak a törökök el a világbajnokságra, mert élőben adja a török tévé. Nem kell utazni 300 kilométert, meg nem kell ott aludni az erdőbe, mert naponta ötször adta a tévé, és voltunk a tévébe. És marha jó, hogy van, viszont attól megfossza az embert, ami... Tehát aki futball, én a Barcelonát láttam Barcelonába játszani, az nem olyan, mint tévét nézni. Teljesen egy hány HD kamerával közvetítik. Ha valami ebből a szurkoló és versenyzői viszonyból olvad, az a helyszíni hangulat. Az, hogy fázzunk együtt a gyorsaságén, meg az, hogy ázzunk meg együtt. A Varga Cigánynak az anyagában mesélte, hogy stoppal, meg mit tudom én, utaztak rá. Ez az egész történet arról szólt. Amit az előbb mondtam a VB-ről, hogy a kimenés volt a jó benne. A kimenés volt a jó benne. Tehát nem csak a versenyző szurkoló közötti kapcsolat omladozik, hanem a szurkoló közötti kapcsolat is. Ez a közös nézésnek az élménye, meg hogy mi ott voltunk akkor, amikor nem volt dokumentálva, azt nem látta senki más, csak mi.
akik éppen abban a kanyarban álltunk. A golyóval egyszerre a Sierra Cosforta felborultunk a Bakonyba. Nem tudtunk eleget tréningezni, mit tudom én, nem is tudom, mert mi volt. Mindenesetre fel volt verődve valahogy a murva, megcsúsztunk, beestünk a patakba. És rohanok visszaintegetni, hogy a következő autó ne essen ránk. És akkor a szurkok meg kiabálnak a hegy oldalról, hogy ne próbáld meg. Hanem, de ráesnek, hát igen. Igen, de itt vagyunk, egész nem történt semmi, most végre van valami esemény. Megint csak nem azon gondolom, hogy nem gondolom, hogy vért akartak látni, de ha unalmas volt, amit láttak, akkor tényleg akartak valami látni. Nem akarták, hogy ott bejön a mentő, az biztos vagyok benne. De azt, hogy majdnem elindul, az érdekes. Az érdekes. Hogyan lehetne visszahozni a szurkolókat? Igazán nagy számban. Mit lehetne a mai világban ezért tenni, mert nekünk is valahol ez a célunk egyébként ezekkel az anyagokkal is, a mi jelenlétünkkel is, és mi szeretnénk ugyanezt átélni, mint rég. Mit tehetnénk ezért? A szándék nagyon tetszik. Ugye nekem volt az újságom, ugyanez volt a szándékom nekem is akkor, hogy ezt megtartani. Nem biztos, hogy azt úgy vissza lehet építeni, de hát nem lehet visszaforgatni az időt, nem is lehet ennek célja. Tehát nekem, én azt látom a ti munkátokban, hogy nagyon jó, hogy ezeket a legendákat beszéltetitek, mert a történeteik bennük fognak maradni. Tulajdonképpen én azt kíváncsi lennék arra a statisztikára, hogy a YouTube-ot milyen korosztály nézi. Én attól tartok, hogy azok nézik, akik akkor is ott voltak a pályaszélén. A világ egy kicsit más lett. Most borzasztó egyszerű lenne azt mondani, hogy zárjuk le a Facebookot, és akkor a világ megváltozna. Ugye, ahogy Cigi mondta annak idején. De nem ez a világnak ez a része. A rally előtt meg nem volt rally. Tehát nézzétek meg, hogy a kincsem korában az egész világ megörült a lóversenyért. És még most is vannak olyan országok, a lóverseny érdekes, hogy a teve futamok. De Magyarországon a lóverseny nem lehet visszahozni arra a szintre, amikor tömegek örjöntek a lóverseny pályán. Mert valamire lecserélődött. Nem tudom, akkor biztos a focira, a foci utána nem tudom, mire. Én arra nagyon büszke vagyok a 90-es években. Biztos vagyok benne, hogy Magyarország legnépszerűbb sportja volt. Tehát nekünk igazoltan 200-300 ember volt egy salgón vagy egy meccsek rallin, és azok ott voltak napokig, és nem 90 percre, és sátroztak, és fú, az nagyon érdekes, a meccsek rallin integettek az edzésen, mert mi elmentünk egy héttel előbb, tréningeztünk, aztán elmentünk Harkányba fürödni, aztán tréningeztünk, aztán dumáltunk, aztán tréningeztünk, ezzel telt a hét. És a szurkolók megérkeztek már akkor. Biztos más is mondta ezt, hogy a szurkolók ott voltak, ott sátoroztak az erdőbe, és akkor jöttünk, és integettek, hogy lassítsunk le. Azt hittük, hogy valaki becsúszott a tréningen, és mondták, hogy mikor jöttek megint, kész a gulyás. Hogy álljátok meg ebédelni, és akkor megálltok, és ott jött a Ferjánc, a Kokó, amit tudom én, Toppor Kálmán, bárki más, és akkor meghívtak a szurkolók kajálni. Vagy óriási volt Zagyvaron a Cereden, oda úgy jöttek a Miskolcék, mikor a Golyóval először mentünk, ő akkor úgy volt, hogy abba hagyja, aztán én vissza tudtam a lehetőséget, akkor ültünk össze, és akkor Miskolcról úgy jöttek el emberek, hogy Volt egy kamionos, aki például egy kamion leakasztott Németországban, hazajött a traktorral, a vontatóval, és egy ponyvás pótkocsit kihúzott egy kanyarba, és fönn volt a nappali. Úgy néztek, hogy fel volt hajtva a ponyva az oldalán. És följebb meg, ott a fölérsz a szlovák határhoz, ott pedig egy kanyar előtt ki volt téve egy Miskolc tábla, ezt elhozták a táblát, valamelyik Miskolc táblát, és ott volt a kempingben, már nem kemping, hát a vadkemping, és volt egy Miskolc végetábla, hogy az a miskolci zóna. Tehát ebben megint csak nem csak az volt, hogy kicsikorgott ott elég jól. Ez egy életforma volt. Nem tudom a választ, hogy vissza lehet-e, meg hogy kell-e.
Hát ha kellene, akkor az igény meg lenne rá. Nagyon sajnálom, hogy nem olyan. A másik dolog meg, hogy most minden kisgyerek tudja, hogy kell ezzel menni, mert előveszik a számítógépet és csikorognak. Ugye ott meg csak nézted, és próbáltad megérteni az egész fizikáját, vagy a hangulatát. Igen. Más filmeket néztünk, más könyveket olvastunk már, aki... De tök jó lett, barom jó lenne, ha lehetne, borzasztóan szeretném, hogyha azt az élményt átadni. De nem vagy apuka, ugye? De leszel. Majd figyeld meg, mekkora küzdelem lesz azzal, hogy azokat, amit te neked döbbenetes élmény legyen, hogyan lehet élményét tenni a gyereknek, hogy nem nézik a barátai hülyének azért, mert ő is azt csinálja, amit te annak idején jól élveztél. Nagyszerű, hogy sok jó autó van, és igen, jó lenne, ha jó nagy sztárok lennének. Igen. Van egy kis zavar a rendszerben, az értékrend borult fel, meg az emberek máshogy töltenek egymással időt. Tehát a mi szüleink még énekeltek együtt, amikor bulisztak. Mi már nem, ti meg szerintem még inkább nem. A nagyszülők azok még kamarazenéltek otthon, mert nem volt lemezjátszó, meg mit tudom én. Azelőtt meg nem tudom, mit csináltak. Tehát hogy van egy, nyilván van az együttlétnek, vagy szórakozásnak evolúciója. A legnagyobb baj inkább az, hogy az együtt szórakozásnak csökken a jelentősége. Tehát, hogy be lehet zárkozni a kis villogó monitorba, amit mi találtunk ki megint, tehát ez nyilvánvaló, meg nyilvánvalóan van-e igény, csak te is tudod, hogy mennyivel nagyobb élmény az eredetet megnézni a moziba, mint megnézni a mobilodon. Egyszerűen kell az a sötét, meg azt nem lehet közben enni, meg nem lehet megállítani, meg visszatekerni, hanem ott kell enni addig, ami vége nincs. Helyszíni sport megtekintésnek ez a lényege, hogyha nem nézed, lemaradsz, nincs visszajátszás. Ez a rallyban is ugyanez, hogy azért is nem tudtam videózni, meg fotózni, én próbálkoztam, mert amikor történt valami, akkor kinéztem mindig a kamera mögül, mert az egészet akartam látni, nem pedig azt a kis kockát, ami azon keresztül látszik. Nagyon érdekes, amikor mi az elsők között kezdtünk el járni világbajnokságra nézni, és mégis a csapatosan, tehát a csapatunk nekivalódott, és elmentünk Sanremóba. Ivádiék kezdték, a miskolci videósok kezdték, de mi voltunk a másodikok, akik így szervezetten elindultunk, hogy lakóautóval, vagy csak a Sanremo Rally, vagy Monte Carlo Rally, vagy voltunk a Rak Rally, amit a Golyó is talán beszélt róla. És nagyon érdekes, hogy már kifelé tudtuk, hogy nem lesz érdekes. A VB-se. Már kifelé tudtuk, hogy unalmas lesz. Tehát tényleg az lett. Tehát megérkeztünk, tényleg az lett. Tényleg nem volt érdekes. Ó, nagyon jó volt látni ezeket a sztárokat, de maga a versenynézés az nem volt érdekes, mert hiszen te belülről ismerted ezt a dolgot. A rally te hosszabb ismerted, nem meg keresztbe. Érted? De látta egy kanyart, olyan helyre néztünk, biztos jó lesz, nem lett jó. Mert nekik ezer, nem tudom hány száz kilométerből ez egyetlen kanyar volt. Mi próbáltuk, hogy hova fogja el, nem oda dobtam, mert ők máshogy tervezték meg. És ráadásul akkora különbség volt az első néhány autó, a gyári csapat és a többi között, hogy a többit meg tényleg nem volt érdekes nézni. De nem is azért mentünk el, tehát mindig tudtuk, hogy nem azért megyünk el, hanem azért, mert nagyon jó volt ez a banda hangulat, hogy elmentünk egy hétre, és laktunk itt, aludtunk ott, autóztunk Nyugat-Európában. Jó, ezt ma már nagyon nehéz megérteni, amikor uniósok vagyunk, de akkor ez, hogy elindulsz a Nyugat-Európába, ez nagyszerű kaland. Már a határa más is egy érdekes kaland volt átmenni, és már a szabad világban vagy. De a szabadság itt az volt, hogy hasonló ívású emberek között lenni. Ez volt a szabadság. Ezért nyugtasson meg, hogy volt néha olyan látvány, amire azt mondták, hogy na ezért még hette kijönni. Volt. Persze. Colin McRae hiányzik, ugye, hát persze nem a nagy nevek, hát azért, ugye az akkor legendák, tehát ez még a lőb előtti időszak, és a VRC-k is akkor alakultak ki, tehát ott hallottuk először az ALS durrogást, és azt hittük, hogy gyújtáshibája van a Toyotának.
aztán megtanultuk, hogy miért, aztán lett nekünk is olyan. Tehát ez egy hihetetlen nagy, ez a rövid időszak, ez a 14 évről, amit én navigáltam ebből, mit tudom, mindezen beszélünk 6-8 évről, és amikor eljutottunk ugye az igazi összkerekes autók, meg az igazi frontosok, tehát iszonyatos technikai fejlődés volt, tehát az akkora volt, mint a légirepülésben a II. Világháború, hogy a 200 lőrös autókból eljutottunk oda, hogy mesterségesen kellett korlátozni a teljesítményeket az autóknak, szűkítőkkel, stb., mert brutális hova jutott el az autó. Tehát ez a B csoport vége, és az A csoport felfutása körülbelül az időszak, amiről most beszélek. Tehát amikor ezeket a teljesen műanyag autókat, ezeket a bukócsővázésű brutális motor, ezeket lecserélték a A csoportra, ami mégiscsak autó, mégiscsak karosszéria volt, mégiscsak. De nagyon-nagyon érdekes időszak volt, biztos. Meg ahogy a turbo megfogant, a quattro megerősödött, ugye az Audi után mindenki már összkereke hajtás autókkal. Ilyen késhegyig menő viták voltak arról, hogy akkor fronthajtású, vagy hátsó kerékhajtású. És akkor jött az összkerék, és ezt lerendezte. Összkerékhajtás. When you came in looking like that, oh I knew it right there, baby I'ma take you home. Saw you at the corner of my eye, why don't you just blow my mind if I could just get you alone.